a legelső családi fotó, ami fönnmaradt 1887-ből, az akkori családom egy cséplőgép előtt. Abban az időben egy cséplőgép a szinte vagyonnak számított, és ez a gazdaságnak csak az egyik részét alkotta. Valahogy ebben a képben, még ma is, amikor ránézek, akkor ilyen különös érzés fog el, hogy hiszen itt vannak az én őseim. Ez az egyetlen kép egyébként, amin rajta van az első Kontra Ferenc is, és a fia is 17 évesen, éppen egy kutyát tart, fölemeli, és vidáman néz a kamerába, ő volt a második Kontra Ferenc. Sorrendben a családban én vagyok az ötödik Kontra Ferenc, mert ez is egy hagyomány volt. Olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy hosszú kort értek meg a nagyszüleim is, és nagymamák, nagypapák is tudtak mesélni. Például a századfordulóról is. Különösen a századforduló világa ragadott meg engem. A születésem körülményei érdekesek. Én még meg sem születtem, és apám bevonult katonának. Abban az időben leveleztek. Apám katonaként tulajdonképpen két tűz közé került, mert szinte az a rövid időszak, amit ők együtt éltek, éppenséggel azt se beszélték meg, hogy én katolikus legyek-e, vagy református. Megfogadta a Darázsi ükanyám, hogy amíg én 18 éves leszek, addig nem fogják megmondani senkinek, hogy engem katolikus hitre kereszteltek meg először. Nekem se, anyám se, senkinek nem mondjuk meg. Hanem akkor a Vörösmartyak eljöttek, értem, télvíz idején szánkóval átvittek Vörösmartra, és megkereszteltek református hitre. Tehát engem kétszer kereszteltek. 13 éves koromban elkerültem otthonról. Nyilván, hogy azzal is járt együtt, hogy bárhova megyek, idegen leszek. És nyilván ezután társul az a kifejezés is, hogy otthonosság. Ez a mérlegnek a másik nyelve, hogy mindkét érzés ott van. A pályámat versekkel kezdtem. Az első jelentős publikációm az még középiskolás koromban az ifjúsági magazinban jelent meg, és azért, mert Sárváron a diákírók, diákköltők táborában akkor ez egy aranyérmet jelentett az én számomra. Magamnak is föltettem azt a kérdést, hogyan lettem én író. Gyerekkoromban, gyereklapomba írtam, középiskolás koromban, ifjúsági lapokba írtam, és az legelső adandó alkalommal már középiskolás koromban felnőtt rendes irodalmi folyóiratokba publikáltam, tehát nagyon-nagyon fiatalon. Nem is tudnám, nem is szeretném ketté választani azt, hogy mikortól zsengék, és mikortól vagyok én író. A történettel sokkal több idő elmegy, sokkal többet foglalkozom vele, mint magával a megírással. Amikor leülök írni, akkor már csak le kell írnom, mert egyben van a történet a fejemben. Azt tart soká, hogy a fejemben meglegyen a történet. Ez tényleg úgy zajlik, mint a farkasok órája, hogy este elkezdek írni, és írok, és az idő megszűnik, és amikor kimegyek az előszobába, akkor már világos van, és nem vettem észre az idő múlását, mert nem múlt az idő. A történet közben ott van a gépben, és nem tudom, hogy ez mikor történt meg. Ez megszállottság is kell. Biztos, hogy ívet is kell hozzá, de én azt soha nem vettem igazán komolyan. Az, hogy a történet egybe legyen, az nálam mindennél fontosabb. Amire visszaemlékszünk, az mindig a történet.